Így visszatérő elem volt az alkotásokban a kecske. A hagyományosan kettős tematikájú pályázat és kiállítás a kötetlen, szabadon választott témáknak is teret enged. Az ifjúsági képző és iparművészeti kiállítás már több mint 40 éves múltra tekint vissza. Összefoglalóan mutatja be a kecskeméti és kecskemét környéki iskolai, óvodai szakkörökben, művészeti iskolákban, képzőművészeti alkotókörökben folyó vizuális nevelési tevékenységet. Németh Ábel, a kiállítás szervezője elmondta, a tárlaton összesen 129 alkotást tekinthető meg, amelyek között találhatunk sejemfestést, petpalack kecskét, fotót és kerámia alkotást is. A kiállítást Lőrinc Luca, keramikus művész nyitotta meg, aki a Mária-hegyi kecskefarm egy lakóját, Katicát, a kecskét is magával hozta a gyerekek nagy örömére. Megnyitó beszédében kiemelte, fontos, hogy az alkotó gyerekek bepillantást nyerjenek egymás munkájába. A sokszínű kiállítás évről évre sok gyereknek jelent bemutatkozási lehetőséget. Végül megköszönte azon pedagógusok munkáját, akik megmutatják a gyerekeknek az alkotás örömét. A kiállítás május 31-ig látogatható a Hírös Agórában 10 és 18 óra között.